A kormány a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet 90 nappal meghosszabbította. Ezzel együtt szerda 0 órától újabb a járvány terjedésének lassítását szolgáló szabályok léptek életbe. A hatékonyság és a gyorsaság érdekében a polgármesterek ismét szélesebb jogkörben intézkedhetnek településeiken. Nyíregyháza város vezetője többek között elrendelte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Köteles mindent biztosítani ahhoz, hogy a temetéseken a szertartás vezetőt és az egyházi szolgálatot is beleértve legfeljebb 50-en vegyenek részt. Zárva tartanak emellett az önkormányzat közszolgáltató cégeinek személyes ügyfélfogadó irodái, így például a Nyír-VV-nél és a Nyírtávhőnél is kizárólag telefonon vagy postán várják a megkereséseket. A városi piacokat zárva kell tartani, ez alól csak a város zöldségpiacai és a Tokai úton található iparcikk és nagybani piac kivétel. Utóbbi helyen azonban a látogatók száma egyidejűleg nem haladhatja meg a 400 főt. Kovács Ferenc emellett közzétette, hogy a város közterületei mindenki köteles maszkot viselni, úgy, hogy az az orrot és a száját egyaránt folyamatosan elfedje. Ezt a kormány határozat a 10 000 főt meghaladó településeknél tette kötelezővé, a polgármesterek azonban ebben a kérdéskörben jogot kaptak a területek megválasztására. Nyírbátor önkormányzata is megvitatta a maszkviselés szabályait a város belterületén. A polgármester híradónknak elmondta, a szabályok egyértelműsítése volt a fő szempont a döntéshozatalkor. Most a döntésnél mi azt vettük figyelembe, hogy egyfelől a lehető legnagyobb mértékben tudjuk biztosítani az emberek biztonságát és a járvány csökkenését, másfelől meg olyan szabályt kellett alkotni, ami betartható. Ezért mi nem határoztunk, nem jelöltünk le különböző belterületi területeket, intézményi körzeteket, utcákat, mert akkor a város lakónak gyakorlatilag folyamatosan vizsgálnia kellene, hogy hol kell maszkot viselnie és hol nem. Hasonlóan indokolta Máté Szalka polgármestere is azt a döntését, miszerint szombat 0 órától általános kötelező maszkhasználatot rendelt el a város közterületein. Teljesen egyértelmű, hogy nem életszerű az, hogy elkezdjük utcák szerint lehatárolni, hogy itt kell, itt nem kell, ebben a kereskedelmi egységben kell, a parkolóban ebben pedig nem kell, nem várható el a nagy tömegben Máté Szalkára látogatók közül, hogy ezekkel a részletszabályokkal tisztában legyenek, sem adott esetben, ugye mivel a maszkviselés egy 6 éves kortól kötelező, egy gyerektől sem, mondjuk, hogy most az utcának egyik részén kell, a másik részén nem. Természetesen Nyíregyházán, Nyírbátorban és Máté Szalkán is a kormány rendeletben szereplő kivételek érvényesek, azaz egyéni sporttevékenység szabadban való eltöltésekor nem kötelező maszkot viselni. A másik szabályozható terület a kutyasétáltatás kijárási tilalom alá eső időszaka volt. Erre maszkot viselve a lakóhelytől legfeljebb 500 méteres távolságon belül mindhárom városban lehetősége lesz az állattartóknak.